A DD Gáz RT a pécsi távhőszolgáltatásban az eddiginél intenzívebben kíván részt venni. Ezt a szándékot a közelmúltban jelentették be a társaság vezetői, mint ahogy azt is, olyan lakossági ajánlatokat dolgoznak ki, amelyek révén kedvező feltételekkel valódi versenyhelyzetet teremtenek. A P-Táv Kft., amely a főváros után az országban másodikként 1962-ben kezdte meg a távfőszolgáltatást, jelenleg több mint 30 ezer lakást és 750 egyéb fogyasztót lát el távfűtéssel és használati melegvízzel. Mit kínál a DD Gáz a pécsieknek, a távfűtéses lakásokban élőknek is? A gáz valódi alternatíva lehet, s nem utolsó sorban csökkenhet a melegvíz használat a fűtés ára? A P-Táv milyen válaszra készül? Nem tart-e attól, hogy piaci pozíciót veszít? A versenyhelyzetet hogyan tudja a lakosság minél jobban kihasználni? Sok-sok kérdés fogalmazódik meg az emberben, amelyek közül minél többet szeretnénk feltenni mai vendégeinknek. Köszöntöm nézőinket, a Pécs TV stúdiójában pedig Gazz Zoltánt, a P-Táv Kft. Ügyvezető igazgatóját, és Koncz Lászlót, a DD Gáz RT gázgazdasági igazgatóját, akikkel többek között ezekről a kérdésekről beszélgetünk az elkövetkezendő majd egy órában. Nézőinket arra buzdítom, telefonáljanak, kérdezzenek velünk, üzenjenek vendégeinknek az 510-008 és az 510-009-es, valamint SMS-en a 30-30-30-140-es számokon. Interaktív fórumunkban természetesen a nézők kérdései a legfontosabbak, így ezeket azonnal feltesszük, választ kérve vita műsorunk vendégeitől. Kezdje talán a kihívó. A DD Gáz milyen ajánlattal lép a hőszolgáltatási piacra, mi ennek a stratégiának a lényege? Stratégiánk, illetve ajánlatunk lényege az, hogy választási lehetőséget kínálunk a pécsi távfűtésben lévő ügyfeleknek, illetve remélhetőleg jövőben ügyfeleinknek. Ez azt jelenti, hogy egy általános, mondjuk úgy offenzív marketing stratégiát kezdtünk el Pécs városban annak érdekében, hogy betörjünk erre a piacra, és nem mint földgázszolgáltatók most már, hanem mint hőszolgáltatók lépjünk fel itt Pécsen. Ez a DD Gáz életében egy nagyon új momentum, illetve egy nagy változás, hiszen szakítottunk azzal az eddigi megoldásunk, hogy csak földgáz kínálunk. Jövőben hőszolgáltatóként szeretnénk megjelenni, ami azt jelenti, hogy azt a már megszokott kényelmet, illetve azt a megszokott egyszerűséget, amit a P-Táv eddig nyújtott az ügyfeleknek, mi is fel szeretnénk vállalni, mindezt esetleg olcsóban, illetve szabályozhatóbb formában. A P-Táv hogyan fogadta ezt a kihívást? Felkészült-e a társaság a versenyhelyzetre? Igen, el tudok válaszolni. Az offenzív marketing természetesen a mi esetünkben is igaz. Én erre azt tudom válaszolni, hogy versenyhelyzet elég régóta van. Én talán annyiban helyesbíteném a kiírást is, hogy nem a távhőszolgáltatásban, hanem a hőszolgáltatási piacon. Ez a verseny oda-vissza tart. Tehát természetesen, vagy oda-vissza irányul. Természetesen gázzal ellátott területek esetében a P-Táv is ajánlatokat tesz, megkereséseket fogad. Ennek vannak élő példái Pécset, tehát ezért én azt tudom mondani, hogy ezt a programot folytatjuk. Az offenzív marketing stratégiánk nyilván a DD Gáz által adott kihívásra válaszol a piac megőrzésében teljesül, egyéb offenzívában pedig a piac bővítés, ahogy ez a P-Táv esetében most már minimum egy évtizedes múltra visszatekintve tapasztalható Pécset. Miért pont most? Miért pont 2002 végén lépett fel a DD Gáz ezzel az ajánlattal? Az elmúlt 5 évben a DD Gáz a 3 megyében, ahol szolgáltat földgáz, hatalmas beruházásokat végzett az ellátatlan földgázzal, még korábban ellátatlan területeken, ami jelentősen lekötötte az energiánkat. Most már egy olyan ellátási szintre értünk a 3 megyében, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy nincs olyan ellátatlan terület, ami gazdaságilag lehetőséget adna a további fejlesztéshez. Viszont nem szeretnénk munkatársainkat elküldeni, szeretnénk azokat a korábbi befektetésekből most talán a gyümölcsöző eredményeket valahol kamatoztatni, és ahogy látszik, itt Pécsen óriási igény van a földgáz iránt, legalábbis a mi közvéleménykutatásaink szerint van igény, illetve van várakozás a verseny tekintetében. A döntés persze majd a nézők, illetve a Pécsváros lakosságának kezében van. Most lehetőségük van arra, hogy meggyőzzék őket, hogy miért az önök szolgáltatása a jobb. Hogyha most ezt röviden pár mondatban össze kellene foglalni, akkor miért pont távfűtés? Hát én Koncz úr válaszával kezdeném, azért, mert a távfűtés, ahogy itt a bevezetőben is elhangzott, Pécset tradíciókkal rendelkező, és a távfűtés ebben a 40 éves életében egy nagy komfortot alakított ki, egy komplex ellátást nyújtott ez az ellátási rendszer. Egy folyamatos, hosszú távúságot garantált a fogyasztóknak.
A jövőt illetően pedig azt tudjuk mondani, hogy ez a program folytatódik, nyilván azokkal a prioritásokkal, ami a költségkímélést, ami a költségben való megfelelőséget, a versenytársal szembeni megfelelőséget is mutatja, és abban, ami az EU-s követelményrendszerben végre megszünteti a távhő versenyhátrányát, mint tényezőt. Ebben két dolgot tudok említeni. Az egyik az az árszubvenció, ami a gáz árában kisfogyasztókat tekintve ma is él. A másik pedig az a benne lévő tartalom, a távhőellátásban lévő tartalom, hogy abszolút kibocsátásmentes szolgáltatás, ami az EU-ban kiemelten támogatott. Milyen érvek szólnak a gázfűtés mellett? A gázalapú hőszolgáltatás mellett jelen pillanatban a legnagyobb érv az az ár. És ahogy az igazgató úr is elmondta, vélhetően ez az ár nem biztos, hogy így marad, de ha változik, akkor változni fog az a nagy kereskedői földgázár, illetve az a gázár is, ami majd a Panopol RT fogja jövőben venni a gáz, hiszen el kell mondanunk azt is, hogy az a gázár, amiből távhőt termelnek, az is támogatott jelen pillanatban, tehát hogyha lakossági gázárak fölmennek, akkor ezt követni fogja az a gázár is, amiből majd mondjuk az erőmű távhőt termel. Ezen kívül az ár mellett van egy óriási, hogy is mondjam, előnyünk, az, hogy jóval kisebb veszteséggel tudunk hőt termelni, hiszen azt a hosszú utat, ami az erőműtől a lakásokig eljutatja hőt, azt mi megspóroljuk, és ott a helyszínen próbálunk meg hőt termelni, ami szabályozható és az igényeknek megfelelően fogyasztható, illetve elzárható. Ha a fajlagos költségeket nézzük, akkor melyik a kedvezőbb szolgáltatás? Lesz egy diagramunk is, ami a gáz alapú szolgáltatásra vonatkozik, majd mindjárt látják a nézők, mit mutatnak a számok. Hát a diagram, amit mi hoztunk, az a jelenlegi fajlagos költséget mutatja, egyrészt a fűtésre, másrészt a vízmelegítésre, tehát az egy lakott köbméterre jutó távfő, illetve gáz, ból előállított hődiakat, illetve ugyanezt a vízmelegítésre, az egy köbméter vízre, hát látszik a diagramból, hogy hát a fűtésnél nagyon egyértelműen kb. 50%-a olcsóbb jelenleg a gázba állított hő, a vízmelegítésnél pedig hát jóval több, mint akár kb. 70%, sőt még annál is többel olcsóbb a gázból termelt meleg víz jelen pillanatban. Most, hogyha ezen az arányon egy kis változás lesz a jövőben, úgy gondolom, hogy az még mindig óriási ár előnyt fog jelenteni a termékünk számára, illetve a földgáz alapú hőszolgáltatás számára. Én úgy gondolom, hogy ez a különbség bőven fedezni fogja azokat a beruházásokat, amiket vagy az ügyfeleinknek, vagy a DD-gáznak kell megtenni annak érdekében, hogy hőszolgáltatásban eredményes legyen a jövőben. Így olvas a számokból, Gasz úr is? Hát én nem egészen így olvasok. Mi elég sok diagramot mutattunk hasonló felállásban. Én most nem hoztam ilyet, mert elég sokszor ilyen hasonlításokat mutattunk. És a kiadványainkban ez minden fogyasztónknál ott van, illetve ügyfélszolgálati irodánkban leírva, bemutatva ezt az árellemzést természetesen a távhő szemszögéből, mert mi ezt onnan tettük meg. Igyekeztünk egy olyan korrekt anyagot mutatni ezzel, amivel azt mutattuk, hogy ha azt nézzük, hogy egy gázmérőn mutatott gázmennyiség mennyibe kerül, és mennyibe kerül a távhőszolgáltatás, akkor ez körülbelül ezekből a diagramokból nem így, de közelítően különbség természetesen kijön. A mi szolgáltatási többletünk, a mi szolgáltatási komfortunk az, hogy a mi úgymond hőtermelő egységeink egy folyamatos újratermeléssel, egy folyamatos költségmentes ellátást nyújt a fogyasztóknak. A mi szolgáltatásunkban benne vannak olyan költségek, ami ezekben a diagramokban nem szerepel, tehát a kerintetéshez szükséges villamos energia, a kéményekkel való költségek, a készülék javítással, a készülék esetleges elromlása után a cseréjével jövő költségek. Azok a többletek, amit itt Koncz úr is említett, hogy készülnek arra, hogy hasonló ellátási fokozatot nyújtsanak, mint a távhő. Tehát nevezetesen, hogy a lakókat lakásonként kezeljék egységnek, és egy olyan fogyasztói-szolgáltatói kapcsolatrendszer alakuljon ki, ami a PTAV, a távhőszolgáltatás esetében jellemző. A távhőnél energetikailag erről számos konferencia mutatott már megoldásokat, és igyekezett korrekt, nyilván számba vehető képet adni.
Tehát egy olyan erőmű, mint a Pécsi is, ami kapcsolt erőmű, tehát kapcsoltan termel hőt és villamos energiát, kifejezetten korszerű hőtermesési módnak tekinthető, energetikailag megfelel. Megint azt mondom, hogy az EU közeledésével kifejezetten ilyen erőműveket, ilyen hőtermelő egységeket támogat az EU. Pécs város távhőellátási rendszere a vezetékeket illetve megfelel, tökéletesen megfelel a szakmai elvárásoknak és a normáknak. Az épületekben lévő töbletek pedig a távfűtésben az, hogy ott nincs égőtér, nincs éghető közeg, nincs kéményen kiadott veszteség. Tehát ha ezt a kettőt összevetjük, akkor mi azt állítjuk, és nyilván ezen természetesen lehet szakmailag is vitatkozni, hogy ma Pécset ez a két szolgáltatás, tehát egy panelépület mondjuk egy lakását tekintve fej mellett halad. Mi azt állítjuk, hogy azokkal a változásokkal, amit az átlag európai helyzet ma már egyértelműen mutat, ugye itt az, hogy a gáz nyilván változni fog, egészen friss információk is vannak erre, sajnos elég komoly mértékben fog változni. Ennek semmi más nem oka, mint hogy az EU-ban szabályozottak és egységesek ezek az árak, Magyarországon pedig még mindig nagy a prioritása a gázárnak. Tehát az egyensúly fog bekövetkezni. Én azt mondom, hogy a távfűtés versenyhátránya fog e tekintetben megszűnni, és erre épülnek rá azok a töbletek, amik a környezetvédelemben, ami a kapcsolt energiatermelésben és ami a Pécset is tervezett megújuló energiaforrások alkalmazásában merül ki. Koncz úr jelezte, hogy lesz erre megjegyzése, de ahogy ígértem, első a néző. Érkezett már is egy kérdésünk a 3244-3772-ről. Mivel a PTÁV önkormányzati tulajdonban van, panel lakóként kérdezi nézőnk, rendeletekkel megakadályozhatja-e az önkormányzat a DD-gáz térhódítását? Hát én ma azt mondom, hogy igen. Tehát lehetőségek vannak arra, de ez nem megakadályozást jelent. Lehetőségek vannak arra, hogy egy város szabályozza a hőellátási rendszerét, magyarul a város üzemeltetést. Nyilván egy városnak érdeke, hogy ahol kiépített innováció van, ott lehetőleg azt a kiépített rendszert működtesse, és ne egy másikat helyette. Nyilván egy piacgazdaságban alapelmélet ez, és itt utalnék Gonda alpolgármester úr múltkori nyilatkozatára, hogy természetesen adminisztratív módon a város nem kíván ebbe a versenybe beleszólni. Tehát a város azt a töbletet adja hozzá, amit ő tud nyújtani ehhez, tehát hogy van egy nagy kapacitással rendelkező kiépített rendszere, ami hosszú távon bőven megfelel azoknak az elvárásoknak, aminek egy városban meg kell felelni. Azt nyújtja hozzá, hogy a távfűtés az ő vagyonát képezi, és azt, ami egyedül a távfűtésnél törvényi garancia, hogy ellátási kötelezettsége van a távhő lakók felé egy városnak. Tehát ez a garancia van mögötte, ezt a töbletet adja hozzá a város. Szabályozásban annyit, ami az EU-s normák követelményeként a levegővédelemben szükséges. Tehát nem a távfűtést fogja védeni, nem a távfűtést érdekeit fogja szabályozni, hanem a teljesen észszerű követelményrendszernek megfelelően szabályoz, vagy szabályozhat, mert én ezt csak feltételes módban mondom. A DD-gáz tart-e ettől egyáltalán, hogy az önkormányzat esetleg valamilyen módon beavatkozik? Hát mi egy kicsit máshogy látjuk ezt a helyzetet. Természetesen azzal egyetértek, amit az igazgató mondott, hogy a mi tulajdonosa az önkormányzat megpróbálja védeni a saját tulajdonát, illetve az érdekeit. Mi csak azt reméljük, hogy ezt a védelmet, vagyis mondjam, olyan eszközökkel fogja véghez vinni, ami egy Magyarországon 2002-ben, illetve a következő években elfogadott lesz, illetve elfogadható. Viszont szeretném felhívni ezzel kapcsolatban valamire a kedves nézők figyelmét. Ha jól tudom, Pécs város arra megtisztelő helyre től, hogy ő legyen a régió központja. Hogyha itt különböző rendeletekkel, illetve különböző érdekekkel abba az irányba fog menni az energiapolitika, hogy megdrágítja a letelepülő ipar, illetve a letelepülő vagy letelepülni szándékozó regionális intézmények költségeit, akkor véletlenül ezek úgy fognak dönteni, hogy nem ide fognak települni. Tehát úgy gondolom, hogy mindenkinek a jövő érdekében az lenne jó, hogyha semmiféle hatóság, illetve jogszabályi korlátokat nem támasztanának a DD-gázzal szemben, illetve nem csak a DD-gázról van szó, hanem más ellátási lehetőségekkel szemben, hanem bízzák ezt azokra az ügyfelekre, azokra a lakókra, akik dönteni szeretnének arról, hogy mit vesznek igénybe. Nagyon jó példák vannak már Pécsen arról,
arra, hogy el tudják dönteni a lakók, hogy mit szeretnének. Például a 17 emeletes ház esete, ahol tavaly komoly versenyben voltunk a Pétával. A Pétáv győzött, mára megvalósult a beruházás, viszont mindent ingyen kaptak a lakók. Teljesen ingyen jutottak hozzá egy teljes új korszerű rendszerhez. Én azt mondom, hogy ezt használja ki mindenki, aki itt van, használja ki, hogy verseny van. Viszont engedje meg, hogy reagáljak az előbbi témára is. Én csak azt szeretném mondani, hogy mi úgy gondoljuk, hogy ez az ár és, illetve ez az árkülönbözet bőven fedezi azt az egyéb költséget, amit az igazgató elmondott. Sőt, el kell mondom, hogy a DD Gáz nem új cég, tehát nem most fogunk ide betörni a DD Gáz. Két évvel ezelőtt ünnepelt a 130 éves gázszolgáltatást Pécsen. Számlázunk 250 ezer fogyasztónak a három megyében, üzemeltetünk nagyon sok kilométer hálózatot. Minden eszközünk és minden emberi erőforrásunk megvan arra, hogy azokat a szolgáltatásokat legalább olyan szinten meg tudjuk valósítani, amit a Pétában nyújt az ügyfeleknek. Tehát én biztos vagyok benne, hogy meg fogunk tudni felelni ezeknek az elvárásoknak, és ha erre a számításra pedig valaki azt mondja, hogy nem így van, akkor nagyon szívesen leülünk együtt és átszámoljuk ezeket az értékeket, és akkor meglátjuk, hogy hogyan állnak jelenleg a költségek. Következő nézői kérdésünk a 257-850-ről. Mi van akkor, ha akadozik a gázellátás, akkor hogyan működik a leendő DD Gáz rendszer? A DD Gáz hálózata a pécsi átadó MOL távvezetékről van megtáplálva, ugyanarról a vezetékről, amiről a pécsi erőmű is meg lesz táplálva 2004-től. Tehát, hogyha bármilyen távvezetéki rendszeri probléma lenne, az ugyanúgy érinti a pécsi erőművet is, majd mind a DD Gáz hálózatát. Mi annyival vagyunk jobb helyzetben, hogy mivel itt egy nagyon nagy hálózat van Pécs városában, aminek úgynevezett nagy a puffer kapacitása, tehát az azt jelenti, hogy nagy a gáz tartalékolási képessége, ezért párnapos üzemzavarokat simán át tudunk vészelni, anélkül, hogy az ügyfelek észrevetnék ezt. Erre egyébként nagyon sokszor van példa, amikor nyáron tervezett karbantartások vannak a hálózaton, és a pécsi gázfogyasztók ebből nem érzékelnek semmit. A fenntartási költségek és az üzemeltetési költségek hogyan fognak változni, amikor majd az erőmű áttér gáz üzeműre? Lakossági fórumokon erőművel együtt próbáltuk elmondani és bemutatni és bizonyítani azt, és tolmácsolni tudom azt az ígéretet, hogy nem változnak a termelői árak, tehát a pécsi szabályozás a reálértéken javulás irányába megy a távhőben. De ha szabad, én is csatlakoznék az előbbihez kérdésekben. Javarészt egyetértek Konstúrral. Abban például, hogy az ő általa vázolt diagramban bőven benne van az a tartalom, amit a távhő többletben nyújt, hisz ezért mondom én, hogy ez a diagram akkor a piros és a kék vonalában azonos szintre kerül, hisz a miénkben az a tartalom többlet van bent, ezért mondtam én azt, hogy ma Pécset, és ez bizonyíthatóan fej-fej mellett tart a két ár, vagy a két költség, hogy még képletesebb legyen, tehát ezt állítottam én, és azokat a változásokat, mint trendet jeleztem, ami véleményem szerint a Pétáv irányában viszi el pozitívan a lehetőségeket. Az épületek vonatkozásában azzal is egyetértek, hogy a verseny nagyon jó, hát már kisiskolás korunkban, vagy legalábbis a piacgazdaság bevezetésekor tanultuk, hogy a konkurencia természetesen a fogyasztónak jó, a liberalizációs lehetőségek a fogyasztónak jó, mi is, mint fogyasztók, nyertesei vagyunk egy ilyen helyzetnek. Én ehhez azt tudom hozzátenni, említette Koncz úr, a 17 emeletes magasházat, ma volt a átadás vége, meghallgathattuk az önök közvetítésében is a lakók véleményét, tehát ők valóban nyerteseik, és én magam is ezt az élményt kívántam önnekik hosszú távon, amit most már megéltek ebben a rendszerben. A Pétávnak ez a politikája régóta él. A Pétáv a lakásállományából ma hasonló módon közel 10 000-et újított föl. Tehát ezt a kérdést én is föltenném a gázmű felé, hogy vajon miért nem a jelenleg ellátott gázos épületek rossz minőségű, konvektoros gázos épületek fogyasztói rendszerében törekszik arra, hogy ilyen korszerűsítéseket hajtson végre, és ezt a piacot nyilván fogyasztóra van bízva. Tehát én is azt mondom, a fogyasztó el fogja tudni dönteni, és nekünk is vannak példáink, ahol a fogyasztó el is döntötte, hogy melyiket választja. A Pétáv azt a tendenciát folytatja, amit eddig tett, Pécs városával kalörtve, fölkarolta a fogyasztókat, és igyekszik támogatni a fogyasztókat. Mi a fogyasztók tulajdonában lévő fűtési rendszerekben ma befektetünk, a lakások értékét növeljük ezáltal. Ez valóban egy jó példa, én is azt állítom, és ahogy a Koncz úr mondta,
ha a gázmű erre föl akar készülni, mert a 150 éves példa, az egy energiaszolgáltatási példa, és nem egy fűtésszolgáltatási példa. A kettő között pont az a különbség, amit a DD Gáz nyújt azzal, hogy gázmennyiséget ad a lakásba vagy a házba a gázmérőn, a PTÁV pedig azt a komfortfokozatot nyújtja, amit a fogyasztóink ismernek. Gasz úr megfogalmazta a kérdést. Igen, hát én úgy gondolom, hogy most már nem érdemes tovább beszélgetnünk az árakról, döntsék el majd azok a lakók vagy rendőrbeli ügyfeleink, remélhetőleg ügyfeleink, akikhez meg fogunk keresni, hogy mi a kedvezőbb számukra, és belefér-e az egyéb költség ebbe az árésbe, vagy nem. Tehát mi úgy gondolom, tovább majd ott kell erről beszélni, amikor ténylegesen kimegyünk a frontra, hogy úgy mondjam, és megpróbálunk új ügyfeleket szeretni, illetve az igazgatóik megpróbálják megtartani az ügyfeleket. Legutóbb önök úgy fogalmaztak, hogy mindenkor 20%-kal alacsonyabb árakat ígérnek a távfűtéssel szemben. Igen, mi úgy gondoljuk, illetve a kalkulációink azt mutatják, hogy egy gáz kazánra való átállás esetén, még egy kisebb rendszerfelújításra szabályozható átétel esetén, ez a nagy különbség még arra is lehetőséget tesz, hogy a mindenkori távfőárhoz képest akár 20%-kal is olcsóbb lehessen az a költség, amit fizetnek majd az ügyfelek a távfőért, illetve a hőszolgáltatásért és a melegvízszolgáltatásért. Régóta itt várakozik már a következő kérdés, a 315-491-ről kérdezik. A PTÁV évente egyszer karbantartás miatt leállítja rendszerét. A DD Gáznál is várható-e ilyen szolgáltatási szünet? Hát erre kitértünk lényegében erre a kérdésre, tehát nálunk ezek a lakosságinak nevezett ügyfelek nem fognak semmit érzékelni ebből a karbantartásból, mert ahogy mondtam, van a vezetékhálózatunkban akkor a puffer kapacitás, ami bőven kielégíti ezeket a kisebb üzemszüneteket, illetve kisebb karbantartási szüneteket, tehát a válaszom a kérdésre az, hogy nem fog érzékelni belőle senki semmit. Karbantartási szünetek egyre rövidebbek a PTÁV-nál is, persze. Megszólt, úgy érzem. Tehát egy pár éve a PTÁV már nem tart karbantartási szüneteket, tehát a szolgáltatásunk non-stop, használati melegvízellátásban is. Valóban a kérdező nyilván emlékszik arra az időszakra, amikor úgynevezett TMK jellegű karbantartás miatt volt olyan, hogy 3 hét, aztán volt olyan, hogy 1 hét, aztán 1-2 nap. Tehát a mai távhő korszerű technikai rendszer ezt már nem igényli, tehát 3 éve már Pécset nincs leállás. Koncud nem így tudja? Nem, más, amíg az előző kérdésre szeretnék reagálni, amikor megtetszett kérdezni tőlem, illetve az igazgató úr megkérdezte, hogy miért nem a gáz, jelenleg is gázzal működő távhő lakásoknál, illetve a gázzal működő közös kazános házaknál miért nem ott teszünk valamit, ott is fogunk tenni. Tehát mi természetesen őnekik is fel fogjuk kínálni azt, hogy újítsák meg a kazánjaikat, illetve azokban a házakban, ahol jelenleg saját kazán van, és mégis távfődíjakat fizetnek, ott is meg fel fogjuk ajánlani azokat a szolgáltatásokat, amivel szerintünk drasztikusan csökkenthetők a költségek már akár a jövő évben. Körülbelül egy hónapja történt ez a bejelentés, akkor hallottunk először ezekről a tervekről, azóta felmértéke, hogy mekkorák az igények, érkeztek a jelzések önökhöz? Igen, hát azt kell mondanom, hogy az igények nagyok, illetve sok a megkeresés, hogy ebből ténylegesen mennyi az az igény, ami konkrét igény, illetve komoly igény, az természetesen majd a későbbi tárgyalások során fog kiderülni, de az már egyértelműen látszik számunkra, hogy ez nem egy-két éves akció lesz, hanem ez egy hosszú távú tevékenység lesz, amire mi felkészülünk, hiszen nem is lenne lehetséges, hogy az összes távfős lakást mondjuk egy-két év alatt átállítsuk gáz alapú hőszolgáltatásra. Úgyhogy mi egy hosszú távú versenyhelyzetre készülünk, és számunkra már az is eredményt jelent, ha jövő évben néhány házat, illetve esetleg több egyedi gázfűtéses, illetve hőszolgáltatásos ügyfelet tudunk megnyerni magunknak. És fordítva, a PTÁV-nál nem jelentkeztek olyanok, hogy szeretnének leválni? De folyamatosan. Hát a PTÁV-nak is ugye csak a közelmúltat tekintve, ma említettünk egy lakóépületet, elmúlt évben volt a Tudományegyetem főiskolai kara, ami gázról tért át távfűtésre, és nagyon eredményes a megtakarítása. Tehát amire ugyanazt tudom mondani, hogy ugyanazt a technikát, tehát egy európai szintű technikát alkalmazunk, tehát itt az épület dönti el, hogy mi történik, az alkalmazott technika dönti el, és valóban az a költségszint, amit megint csak azt kell, hogy mondjam, hogy egyetértek, tehát a fogyasztó nyilván ezeket az ajánlatokat megkapva mérlegel, és választani fog tudni Pécset ebből a legalább 2 ajánlatból, és ez viszi előre mind a 2 szolgáltató érdeke is valahol, mert kihozza belőlünk azt a tartalmat, ami még bennünk van. Egy mobilszámról érkezett a kérdés, hogyan készülnek az EU feltételek teljesítésére, és mindkettőjük véleményére kíváncsi kérdező.
Hát én először szeretném pontosan ismerni az EU feltételeket, és úgy gondolom, hogy amiről itt hallunk EU feltételekről, az igazából kicsit misztifikálva van, illetve én nagyon sokat járok külföldön, és ez nem dicsekvésképp mondom, hanem sajnos a családom ezt megszenvedi, de mindenesetre sok országban jártam, és sok városban, ahol nincs távhőrendszer a városokban, és ott is teljesíteni tudják az EU direktívákat, illetve az EU előírásokat, tehát egyáltalán nem értem azokat az aggodalmakat, illetve azokat a kicsit fenyegetésnek tűnő kijelentéseket, hogy itt csak a távhőlet az egyedüli megoldás, és nem lehet a városban gázkészülékeket beépíteni, amik egyébként, mint gázkészülékek, a legkörnyezetkímélőbb berendezések, és a mostani gázkazánok már olyan paramétereket tudnak, ami tulajdonképpen el sem képzelhető környezet. Tehát olyan jók, hogy bármikor felveszik a versenyt bármivel. Tehát én csak azt mondom, hogy először szeretnénk már látni, hogy milyen feltételeket kell majd kielégítenünk. Aztán azt kell mondanom, hogy az sem úgy lesz, hogy mindent egy nap alatt le kell majd cserélni, hanem esetleg, nem tudom, évekig, évtizedekig fog tartani, amíg ez a folyamat végig fog menni. Tehát bőven lesz mindenkinek lehetőség arra, hogy erre felkészüljön és a szükséges lépéseket megtegye. Egyet tudok ígérni, azok a berendezéseket, amiket mi be fogunk építeni, és nem a mindenféle partnereink, hanem a DD Gáz, mint beruházó, azok mindenféle környezetvédelmi igényt kielégítenek, hiszen olyan neves gyártók és neves szakcégek kínálják ezeket a termékeket, amiket szintén Nyugat-Európa minden területén alkalmaznak, amik ha nem elégítenék ki ezeket az igényeket, akkor ezek a cégek már rég tönkre mentek volna. Péter, hogy áll ezen a területen? Hát ez a szakmánkból következik, hogy a gázosok a gázos területeket szemlélik Nyugat-Európában, mi meg a távfűtésest. Mi ragyogó példákat tudunk, és nagyon rövidesen Pécsetbe is fogunk mutatni olyan európai nagyvárosok eredményeit, ami egyértelműen fogja mutatni, hogy mi az EU-s követelmény, mert ez ma már ismert. Ismert a skandináv államokban, ismert a nyugat-európai országokban, mindenhol. Mik a lényege ilyennek? Hát a lényege az, hogy olyan, tehát van Magyarországon is, ugye megjelentek a rendeletek, megjelentek a szabványok, amire fel kell készülni. Ugye ma már minden telep, tehát minden társaság, minden cég telephelyengedélyezést végez, hisz ez évben lejár a határidő, ez az első olyan követelmény, aminek meg kell felelni. Utána az IPPC engedélyezési rendszer lép be Európába, ami, én most csak egyet emelek ki belőle a levegővédelem oldaláról, hoz olyan előírásokat, ami jelzi azt is, amit Koncz úr mond, mert vannak helyek, ahol nyugodtan lehet emissziós pontokat meghagyni, vagy netán létesíteni is, mert az a környezet, az a beépítettség, az a lakósűrűség elbírja. Van olyan, ahol nem bírja el. Mi fogunk erre nem sokára Pécset példát mutatni, de ezen a példán kívül is például közelünkben Grác vagy Bécs példája, például Bécsben 10 000 darabszámban évente növelik a távfűtött objektumok, lakások és intézmények számát, mert Bécs meghirdette azt a programot, amitől ő ekováros tudott lenni ma Európában. És ez tény, hogy évente az összes, beleértve a gáz ellátott rendszereket is, ugye ezeket kiváltva, ezeket fölváltva a távfűtéses rendszerét bővíti, számunkra meglepő módon, mert évi 10 000 lakás az egy nagyon komoly mennyiség, amivel például a bécsi vagy gráci távfűtés folyamatosan bővül, és ennek oka csak ez az egy, amiről beszéltünk. Mindjárt koncúré a szó, de ehhez kapcsolódik a következő kérdés. Mennyire lesz környezetkímélő, ha a gázfűtés terjed el a panelházakban is? Hát ezt részben érintettük ezt a témát, de talán kiegészítésül annyit, hogy ugye már beszéltünk arról, hogy tulajdonképpen honnét jön most a távhő Pécsre. Én nem tudom pontosan, lehet, hogy az igazgató segíteni tud, hogy mennyi hatás fog a jelenlegi rendszernek, ha azt nézem, hogy mennyi gáz tüzelek el az erőműben majd, és mennyi energia jut be a lakásokba, de én úgy satszom, hogy körülbelül a villamos energiatermelés félretéve körülbelül olyan 40-30-40%-os lehet. Most ez azt jelenti, hogy 60-70%-kal több gázt kell majd eltüzelni a pécsi erőműben. És az, én úgy gondolom, hogy láttam egy-két olyan térképet, ahol a pécsi erőműnek a kibocsátása hogyan jelenik meg Pécs város területén. Hát azt kell mondjam, hogy az a jellemző szélirány, amit annak idején ugye arra azt mondták, hogy nem ide fogja fújni majd a kibocsátást a város, az nem nagyon valósult meg, hiszen jellemzően a Pécs város levegőszennyezése a pécsi erőmű miatt van jelenleg, és hogyha ezt a fölöslegesen elégetett gázt, hogy úgy mondjam, továbbra is ki fogja bocsátani, összehasonlítva azzal, mint hogyha a helyszínen termelnénk nagyon nagy hatásfokú kazánokkal gázt,
úgy gondolom, hogy legalább olyan szintű környezeti kibocsátást, illetve légtisztaságot elérhetünk, mint hogyha mondjuk azt az egy pontban égetjük el azt a 60-70%-kal több földgázt. De én nem vagyok környezetvédelmi szakember, nagyon szívesen vettük és vesszük a jövőben is, hogyha segítenek nekünk olyanok, akik ehhez értenek. És hát a másik más városok példáját megnézem, úgy gondolom meg lehet találni mindenképpen azt a megoldást, ami minden igényt kielégít. De még egy dolgot az előbbihez, mert nagyon, nagyon jól hangzanak ezek a skandináv példák, csak kicsit csántítanak azok a hasonlatok, amikor a legfejlettebb nyugat-európai országoknak a példáit akarjuk átvenni hirtelen, és ki fogja ezeknek a beruházásoknak a forrásait megteremteni, ki fogja a költséget elleni. Csak vegyük ezt a 17 emeletes házat. Ha jól tudom, a 17 emeletes ház azért, mert ők ingyen kaphatták a teljes beruházást, 90%-át a közalapítványból tudták fedezni, 10%-at pedig a Széchenyi tervben. Most mi fog történni, hogyha az összes ház meg fog jelenni a közalapítványnál, és igényli ugyanezt a támogatást? Ki fogja akkor ezeket az óriási beruházásokat megvalósítani? Mi a DD-gáz azt mondjuk, hogy ami az erőnkből kitelik, lépésenként évről évre, nagy partnerekkel, tudunk kínálni egy olyan megoldást, ami egy megoldás lehet akár az egész város számára, de már mondtuk, hogy olyan megoldást is tudunk kínálni, ami a Pétával közös jövőt rejt magában, hiszen vannak Magyarországon nagyon jó példák arról, hogy egy távhőszolgáltató által üzemeltetett gázmotor vagy gázmotorok látják el a távhőszolgáltatást. Pillanatra még maradjunk a környezetvédelemnél. Úgy kell ezt elképzelnünk, hogyha netán panelházak áttérnek gázfűtésre, akkor kémények jelennek meg a panelházak tetején. Sokan feltették már a kérdést, hogy és akkor a városkép. Lesz is néhány felvételünk, amely kéményeket is fog mutatni, hogy hogyan is néz ki ez a valójában. Tehát ez szempont esetleg? Hát természetesen nagyon fontos, hogy hogyan néz ki a város, hiszen nem szeretné senki, hogyha a város mindenféle árbocok és kémények tarkítanák, illetve csúnyítanák. Azért hoztunk egy képet bemutatni, hogy körülbelül olyan megoldásokat lehet csinálni. Ez most nem a mi képünk. Ez a mi. Ez pont az ellenpéldára. Maradjunk ennél. Kérjük vissza ezt a képet, és lássuk, hogy Gaszúr hogyan képzeli. Milyen lesz a városkép, hogyha átpártolnak többen a DD-gázhoz? Hát most erre én válaszoljak? Igen. Tehát én borzasztónak tartanám ezt a városképet, de nem is ebből, én nem ebből. Ez mutat képeket arról, hogy milyen lehet. Nyilván ennek vannak jobb és sokkal rosszabb megoldása is, de hogy ezek a kémények megjelennek, az tény, hogy az egyedi kibocsátóhelyek megjelennek, ez tény, és hogy a város környezeti emissziója növekszik, ez is tény. Ugye én inkább a Koncz úrhoz csatlakoznék annyiban, hogy ő azt mondta, hogy ajánlatokat tesznek, érdeklődnek, közvéleményt kutatnak. A Pétáv azt tudja mondani, hogy a 30 ezer lakásából közel 10 ezerben már megtette ezeket, amit a magas házban is megtett. Viszont tehetném föl a kérdést, ugye ha most az összes távfűtött lakás megjelenne a gázműnél ugyanilyen költségszinten, vajon a gázmű mit kezdene vele, mert őnek is ugyanezeket meg kéne finanszírozni. Én inkább azt mondom, hogy a nyugat-európai nagyvárosok példájából azt vegyük át, hogy a meglévő rendszereket ők kimélik és javítják, és nem lebontják egymás rendszereit. A gázmű a P-távét, vagy a távfűtés a gázműjét, mert ettől én valahogy irtózom. Tehát az én gondolkozásomban nem ez tartozik bele. Az én gondolkozásomban az tartozik bele, amit már meg is beszéltünk többször, hogy van itt Pécset terep bőven arra, hogy szövetkezzünk, és ott találjunk megoldásokat, ahol a lakóknak, lakóközösségeknek szükségük van erre. És ne ott, ahol azt bizonygatjuk, hogy fej-fej mellett vagyunk, és azokat a rendszereket akarjuk idézőjelbe tönkretenni, ami már megvan. Ezt magunkra is mondom, ha revansot adunk esetleg ezekben az esetekben, mert ez egy butaság. És akkor nem mondom tovább, hogy milyen gazdasági kár következik be ebből. Mindjárt ezt a gondolatmenetet is folytatjuk, de most félbehagytuk ezt a kémény témát. Lehet, és azért majd megmutatni azt, ami kémény. Megmutatjuk a másik képet is, lássuk, hogy hogyan képzel a kérdést, akkor egy picit, hogyha lehet, tüntessük el, hogy ezt is lássuk teljes képernyőn. Hát így is kinézhet egy kémény. Tehát van más megoldás, és nem csak ezeken a képen látszik. Úgy gondolom, hogy ez nem az az elborzasztó példa, amit az igazgató úr hozott. Én is úgy gondolom, hogy ez egy sokkal szebb példa, nyilván ez már... Nem is beszélve arról, hogy micsoda jó reklámfelületet kínálhat, és a lakók esetleg kiadhatják különböző reklámcélokra azt a felületet, még különböző bevételek is származhatnak belőle esetben.
Tehát vannak más megoldások is. Akkor most kérjük majd a Én annyit azért ehhez a kéményhez is, mert partneremet engedtem hozzászólni a csúnya kéményekhez, akkor megteszem én ezt itt is. Tehát valóban itt egy esztétikus, eltakart épületszerkezeti megoldásban látjuk ugyanazt, de attól ez egy lakótér környezetében való kibocsátóhely. Az erőműre egy szóban azért vissza akarok térni ennek egy hasonlításában. Az erőművet ma valóban jellemezhetjük úgy, egy kicsit, ahogy a konszúr ezt mondta, ha volt is benne egy kis túlzás, de alapvetően igaz, mert az erőmű egy komoly emissziós hatást fejt ki a városra, és ma a városnak ez egy komoly problémája. Ezért van az, hogy az erőműipar nem működhetne Pécsett, ha 2004-ig az EU-s normáknak megfelelően nem változna az erőmű kibocsátása. Már engedéllyel rendelkezik az erőmű, úgyhogy az iparát meg tudja tartani, folytathatja, mert meg fog felelni ezeknek a környezetvédelmi normáknak. Az erőmű fejlődéstől, és én inkább azt mondom, hogy amit a város elvár, hisz a város egy szövetséget kötött a Pannon Power RT-vel, és ennek a szövetségnek a jegyében tette azokat az ígéreteket Pécs lakosságának, amit a mai napig tartunk, és bizonyítatóan tartunk a távhőágán is, és tartva a város a szindikátusi szerződésben fogalmazott egyéb ágon is. Ennek kell megfelelni majd az erőműnek, ezeknek a fejlesztéseknek a birtokában tudunk elmenni majd odáig is, hogy a hatásfokokról is tudunk vitatkozni. Én ebben most nem mennék bele, de nagyon szívesen vennék részt egy olyan szakértői csoportban, ahol ezt meg tudnánk válaszolni, mert valóban az erőmű hatásfoka, ha nem lenne kapcsolt termelés, akkor annyi lenne, de szerencsére van kapcsolt termelés, és energetikai hatásfokban is teljesen jól áll egy ilyen távhőrendszer ellátásában. De ezt hagyjuk szakmai kérdésnek, mert a nem szakmai kérdésen túl a költség dönti el azt, amiről beszélünk, és ha a költségnek meg tudunk felelni, akkor talán nem is érdekli a fogyasztót a hatások ebben az esetben. Az erőmű fejlődés az, ami tovább viszi ezeket a lehetőségeket. Ez a fejlődés például az, és azért én itt még egy számot megemlítek, az euróról sokat beszélünk, én végképp nem gondoltam arra, hogy EU-val fenyegetnék, mert nem hiszem, hogy ez azt jelenti, de azt tudom, hogy az Euróban 22%-os kisfogyasztói gázellátás az elfogadott norma, és ma Magyarországon gázellátásban a korábbi évek stratégiai befektetésekből következően 37%-on van a kisfogyasztói ellátás. Én azt hiszem, hogy a mai média bőven ad nekünk annyi információt, hogy el lehet képzelni, hogy ez a szabályozás milyen irányba fog hatni. Konzul. Igen, így van, Magyarországon majdnem 40% a primenergiaolózó felhasználásban földgáz. Nyugat-Európában nem mindenhol ennyi, de miért nem ennyi? Mert olajjal helyettesítik is. Ha jól tudom, az olaj sokkal környezetszennyezőbb, mint a gáz. Tehát annak ellenére, hogy az EU-ban mindenféle normák vannak előírva, vagy lesznek előírva, mégis nagyon elterjedt az olajjal való fűtés és az olaj használata. Következő nézői kérdésünk, mi a helyzet akkor, ha a távhőrendszerről tömegesen leválnak, hogyan alakulnak a bentmaradók terhei? Számolnak ezzel? Ha a távhőről tömegesen leválnának, nyilván, ha végig gondoljuk, akkor ugye mi mindig azt mondjuk, hogy a távhőnek még egy érdekeltsége van, ami a város gondolkodásában benne van, mint vagyon kihasználás. Óriási kapacitások rejlenek a távhőben, tehát ezért van a mi stratégiánkban is az az offenzív magatartás, amit mi nyilván nem a gázos objektumok elnyerésével gondoltunk eredetileg, legfeljebb válaszul tesszük ezt a gázmű offenzívára. Ahogy bővíteni tudnánk, tehát több fogyasztót tudnánk rátenni erre a rendszerre, pontosan azok a költségei, ami a Konzul által mutatott diagramban a kék és piros különbsége, tehát azokban rejlene a csökkenés. Ezek fix költséggel, ez egy fix költséggel rendelkező hálózat, ha erre több fogyasztót kötünk, az egy egységre jutó költség csökken. Tehát az összes prioritáson túl, amit én említettem, én azt hiszem, hogy a legnagyobb dolog ez lenne a távhőbe, ha bővülni tudna ez a rendszer, mert abszolút értékben is olcsóbbá válhat ezáltal. Tehát ezért a mi érdekeltségünk, mi érdekünk, az az érdek, amit a fogyasztóknak szeretnénk bemutatni, ami még egyszer azt mondom, hogy a várossal egy közös gondolkodást és a város működtetésért felelős vezetőkkel egy közös gondolkodást indukál. Tehát ezért mi ezt a többletet is bele akarjuk vinni a rendszerben, és ezáltal még az elmondottakon túl
is tudunk árban úgymond előnyt szerezni a konkurens energiával. Önök arra nem gondoltak, hogy gázos területekre törjenek be? Tehát, hogy ott tegyenek olyan ajánlatokat? Hát én az előbb említettem egy-két példát, de természetesen ma is van a tarsonyunkban olyan. Én azt mondom, hogy a mi offenzívánk alapvetően az, hogy azokat a területeket szeretnénk ellátni, ahol nem ez a komfortfokozat létezik, nevezhetem ezt gázos ellátásnak, vagy távhőtellátásnak, mert valóban egyenrangúnak tartom a két technikai megoldást. A különbségeket megbeszéltük, hogy mi a különbség és melyiknek mi a töblete. A mi gondolkodásunkban először az volt benne, és erre is gondoltuk, hogy inkább szövetséget ajánlunk a DD Gáznak, hogy azokon a területeken közös erővel, azokat a pénzeket, amit itt egymás ellen akarunk kihasználni, azt összerakva, közös érdekviszonyban oldanánk meg olyan területeket, ahol erre szükség van. Én még ma is bízom egy kicsit abban, hogy a tárgyalások esetleg ilyen irányba viszik még a dolgokat. Van ennek esélye? Természetesen van esélye, hiszen mi is bemutattunk már korábban a városvezetésnek is, illetve hát közösen a Pétával is, de még az erőművel is átbeszéltünk olyan variációkat, ami a teljes pécsi távfűtési rendszer új alapokra helyezésével sokkal kedvezőbb költség megoldásokat jelenten a lakók számára. Illetve ha már az árnál vagyunk, annyit engedjen meg, hogy elmondjak, hogy természetesen, ahogy mi az ajánlatunkban mondjuk, mi egy mindenkori távhőhálózathoz fogunk ajánlatot adni, tehát annál szeretnénk olcsóbbak lenni. De ezt csak akkor merjük felvállalni, illetve úgy merjük felvállalni, ha biztosak vagyunk abban, hogy a távhőárak nem fognak jelentősen csökkenni Pécsen. Ha ezt valaki bebizonyítaná nekünk, hogy ez nem így lesz, tehát hogy csökkenni fognak, illetve nem fognak drasztikusan nőni, akkor természetesen egész más lenne a helyzet, nem biztos, hogy mi mernék. De mi sajnos most meg vagyunk győződve arról, hogy a távhőáraknak növekedni kell, hiszen jelen pillanatban semmi nem garantálja azt, még a szindikátusi szerződés is, legalábbis a mi ismereténk szerint, hogy 2004 után bármi kötni, akár a P-távot, akár a pécsi erőművet ahhoz, hogy hogyan határozza meg a távhőárakat. Tehát én úgy gondolom, hogy az első lépés talán annak kéne, hogy lenni, hogy valahol mutassák meg, hogy mi fogja szabályozni 2004 után a távhőárakat, és ezek alapján utána le lehet ülni, és meg lehet beszélni egy olyan megoldás, ami mindenkinek jó lehet. De az nem megoldás, hogy rendeletekkel megpróbáljuk az egyik versenyző felet korlátozni, illetve az sem megoldás természetesen, hogy minden áron mi, a DD Gáz megpróbáljuk leszedni a fogyasztókat a távhőrendszerről, hiszen az egy olyan szuboptimális megoldást jelent, ami senkinek sem jó. Tehát még lehetőséget látok az együttműködésre, de sajnos egyre kisebb ennek az esélye, hiszen ahogy egyre jobban eldurvul a verseny, illetve egyre jobban több helyen megjelenünk, és valakik választanak vagy ilyen vagy olyan irányból, kezdenek fogyni az erőforrások, illetve indul az erőforrás felhasználás, és onnantól kezdve már mindenki a saját útját fogja járni. Koncz úrhoz érkezett a következő kérdés. Végeztek-e számítást a P-távhoz hasonló teljes körű készenlét esetén a 188 forint per hó mennyire emelkedne? Bocsánat, legyen szíves, még egyszerűen a kérdést. Kérjük vissza a kérdést, hogyha lehet, mutassuk meg. Tehát végeztek-e számítást, ahogy a P-távhoz hasonló teljes körű készenlét esetén a 188 forint per hó mennyire emelkedne? Tehát azért nem értettem a kérdést, mert nem tudom, mi az a 180 forint per hó, mert mi ilyenre nem kalkulálunk. Tehát úgy gondoljuk, hogy a távhő árában, vagy a hő árában, bocsánat, amit mi fogunk ajánlani, az mert nincsen költség, hogy 180 forint per hó. Nem tudom, mi ez a 180 forint per hó. Nem a gázművnél van ez a 188 forintos havi készenléti alapdíj. Ja, hogyha az alapdíjra gondol valaki, akkor természetesen a probléma, illetve a félreértés ott van, hogy mi, ahogy mondtam, nem gázszolgáltatóként szeretnénk megjelenni. Tehát természetesen lehet, hogyha valaki azt választja, hogy az egész átállást, illetve beruházást saját maga finanszírozza meg, akkor marad ez a 180 forint alapdíj havi mennyiségben, de mi nem ezt a megoldást preferáljuk, mi azt mondjuk, hogy hőt szeretnénk szolgáltatni, és akkor nem a gázt fogjuk kiszámlázni, hanem a hőt, ami hasonló módszerrel lesz megoldva, mint most a P-táv esetében. És ilyenkor semmi összefüggés, illetve semmi kapcsolata nem lesz a számlán szereplő összegeknek tulajdonképpen az alapdíjhoz és a gáztarifákhoz. Tehát továbbra is egy hődíj és egy melegvízdíj fog megjelenni a számlákon. Én is csatlakoznék egy kicsit az előbbihez, mert ugye itt elhangzott, hogy vajon mi lesz a távhőár. Mi a gázárhoz kötjük, nyilván a gáz, mi a távhőárhoz köti a gondolkodást, ez egy konkurens pár esetében teljesen természetes dolog. Én azt tudom mondani, hogy a szindikátusi szerződés pontosan szabályozza a jelenlegi helyzetet. Erről többször beszámoltunk, 2004-ig a reálértéken javulást
tűzte ki célul, ez tartja úgy, hogy 2 évig 0%-os áremelésünk volt, azután pedig körülbelül az infláció fele 60%-a körüli áremelkedésünk volt. Mi úgy gondoljuk, hogy reálisan ezt tudjuk ígérni 2004-ig. Nem gondolunk mintagazdaságokat létrehozni valamilyen erőfelhasználás árán, amit később nem tudunk majd tartani. Tehát mi a reális ajánlatunkat tartjuk a lakosság felé. A szindikátusi szerződés szabályozza a jövőt olyan értelemben, hogy a város és a Pannonpoer RT a szindikátusi szerződésben alapozottak szerint egy teljesen új ártárgyalást fog folytatni, amiben ki kell jönni annak a többletnek, ami hát a további javulást hozza, és ugye ez volt az egyik, amire én utaltam, hogy az összemérhetőség tekintetében ez egy javuló kondíciót fog jelenteni. Tehát ha jól értem, a szindikátusi szerződés 2004-re jelenleg nem tartalmaz semmiféle garanciákat, hanem azt írja elő, hogy majd újra le kell ülni, és az éppen akkori erőviszonyoknak és feltételeknek megfelelően valaki meg fogja szedni a távfőárat. Igen, azt mondom, hogy igen, de ezen túl. Tehát 2004-ig a reálértéken javulást, azon túl pedig egyéb kondíciókat. Jó. Igen. Ez volt a kérdésem. 2004 után mi garantálja a távfőárakat? Köszönöm. Következő kérdésünk Nagy Etelka a nyugdíjasház több lakója nevében kérdezi. A PTÁV által szolgáltatott melegvíz nem meleg, hanem langyos. 20-30 litert is ki kell folyatni, mire melegvízhez jutnának, de akkor is csak langyos. A pécsi használati melegvíz ellátásban többféle választási lehetősége van a lakónak. A kérdező nyilván az úgymond általánydíjas változatot, tehát a kötött paraméteres változatot használja, tehát ez a társasház velünk ilyen szerződést kötött. Van mód arra, hogy a mért szolgáltatásban más módozatban szolgáltassunk, és akár 55 fokos melegvíz vagy 50 fokos melegvíz is lehet ez esetben. Tehát ez ma a választható szolgáltatási szerződések közül valamelyiknek a választását jelenti. Mód van arra, hány fokot kell, hogy kapjon? Nem jó kifejezés az általánydíjas, én is rosszul használtam. Tehát 40 fokos az a városi rendelet, ami ugye a távhőszolgáltatásban a használati melegvizet közszolgáltatás jelleggel definiálja. Ehhez vannak szabva az árak. Ezt bármikor emelhetjük, ezt a paramétert nyilván csökkenteni senki sem gondol erre. Tehát igény esetén az egész városban ezt lehet fölfelé, tehát magasabb érték felé vinni. De mi a megoldásokat, az én saját távfűtött társasházamban is így van, hogy én nem 40 fokos melegvizet veszek, hanem hőenergiát veszek, és abból olyan melegvizet csinálok, ahogy az én lakóközösségem ezt gondolja. És ahol a 40 fokot sem éri el, ők reklamálhatnak? Ahol a 40 fokot sem éri el, akkor az egy hiba. Természetesen ott nem hatnak, hanem ott reklamáljanak, mert a PTÁV-nak ezt tudni kell nyújtani. Ha nem tudja nyújtani, akkor pedig meg kell tudni mondania, ki kell tudni javítania azt a problémát, ami miatt tesz fönnáll. Ugye itt nyilván egy cirkulációs vezetéki problémáról volt szó, ami egyszerűen az, hogy ebben a házban vagy nincs, vagy nem teljes hosszában kiépített cirkulációs rendszer létezik, egyszerűen ezt pótolni kell, tehát tovább ki kell építeni ezt a rendszert, és akkor ez a jelenség megszűnik. Ez tulajdonképpen annak a korszerűsítésnek a kérdése, amiről itt mind a ketten beszéltünk. Ebben a házban, bocsánat, ez még nem történt meg ezek szerint, legalábbis a melegvíz vonatkozásában. Nagyon kevés időnk van még hátra, egy villámkérdés, és utána sajnos már a lezáró percek következnek, amikor még egyszer összefoglalhatják majd, hogy mégis mi az, ami a szolgáltatásaik mellett szól. 426-231-ről kérdezik, Aranyos Gadányban mikor lesz gáz, mikor állhatnak át erre az új rendszerre? Sajnos nem tudok pontosan válaszolni erre a kérdésre, mert nem ismerem a jelenlegi fejleményeket ezzel a területtel kapcsolatban, de hogyha a kedves kérdező felhívna, hogy megkeresne engem bármikor, szívesen pontosan meg fogom tudni neki mondani a választ rá. Tehát néhány perc van vissza a műsorból. Hogyan foglalnák össze azokat az érveket, amelyek az egyes szolgáltatások mellett szólnak? Ki kezdi? Kezdem? Hát én egy szlogennel kezdeném, amit újabban mondunk, hogy hosszú távon környezetkímélő módon, és itt pont azt akarom erősíteni, ami többlet eddig a távfűtésben nem volt kihasználva. Ezután ki lehet majd használni, ki kell használnunk, élni kell vele ezekkel a támogatásokkal, ezekkel a lehetőségekkel. Én azt mondom, hogy a fogyasztóink, ha túl vannak a korszerűsítésen, ha nem, nézzék meg azokat a példákat, akár az említett magasházat,
vagy akár melyik élő példát, ahogy említettem, hatféle változatban létezik a mért távhőszolgáltatás. Kérdezzék ki azokat a lakóközösségeket, akik már ezzel érnek, keressék meg a P-távot, akkor is, ha gázmű által ajánlatot kapnak, hogy szóljunk mi is hozzá, nyilván ezt gondolom megteszi a gázmű is. Keressenek bennünket, mi úgy szeretnénk szolgálni tovább ezt a kapcsolatrendszert, ahogy eddig tettük, és azt a célt akarjuk elérni, hogy a köztudottan legnagyobb komfortot nyújtó távhőszolgáltatás még jobb és még kedvezőbb költségszintű legyen. Akkor engedjem meg, hogy én is egy szlogennel kezdjem. Nekünk is megvan a szlogennünk a pécsi távhőpiacra, és az pedig úgy szól, hogy a hőn áhított szabadság. Úgy gondolom, hogy ez a szlogen azt fogja takarni, hogy aki akar dönteni, most megvan a lehetősége, hogy döntsön, és használja ki a lehetőséget. Én most mindig ezt szoktam mondani, hogy használja ki a lehetőséget, hiszen most van egy lehetőség, hogy kérjen ajánlatot, csavarjanak meg minket, facsarjanak ki az utolsó cseppig, és majd elválik, hogy melyikünk tud jobb ajánlatot adni. Szóval engedje meg, hogy egy kis ajándékot hoztam az igazgatónak, mert kezünkbe került egy olyan anyag, amit ők szétküldtek a különböző ügyfeléknek, és ha megengedi, felolvasok egy mondatot. A távhőszolgáltatás piaci területére betörni készülő és a gázszolgáltatást kínáló vállalkozók általában nem rendelkeznek megfelelő tőkeerővel. Szeretném átadni az igazgatónak a tavalyi évünkről szóló éves jelentést, amiben, ha megnézi, megtalálja a DD Gáznak mekkora a tőkereje. A DD Gáz a magyarországi 200 legnagyobb vállalat között szerepel mindenféle tekintetben. Úgy gondolom, hogy rendelkezünk a megfelelő tőkerővel és garanciával ahhoz, hogy bátran merjenek szerződni velünk a pécsi ügyfelek, és úgy gondolom, hogy állunk elében mindenféle kihívásnak és mindenféle versenynek. Végül csak azt árulják el, hogy önök személy szerint hogy élik meg ezt a helyzetet, ezt a versenyhelyzetet, azért ehhez nem voltak eddig hozzászokva. Megint én kezdem akkor. Én azt hiszem, hogy remélem és bízom abban, hogy végig emberi módon fogjuk megélni. Mi szakemberek vagyunk, mi szolgáljuk a saját szakmánk, saját cégünk érdekeit, ezt tesszük. Én nagyon tisztelem igazgató urat, egyrészt azért, mert tényleg korrekt partner volt eddig, illetve azért is, mert ahogy elmondta korábban, megpróbálta megelőzni ezt a helyzetet, ezt a versenyhelyzetet, és most is még dolgozik azon, hogy megférjünk egymás mellett, és korrekt módon zajlódjon ez a verseny Pécsen, de ez a tisztelet természetesen csak odáig fajul, hogy azért az ügyfeleknél versenytársak leszünk a jövőben is. Én köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzánk. Nagyon sok mindenről kell majd még beszélgetnünk, ahogy az ügyek haladnak. Köszönöm, hogy eljöttek és beszélgethettünk mindenről. Kedves nézőink, ne felejtsék, a döntés természetesen az önök kezében van. Fórumot láttak a távhőszolgáltatáson keretén belül kialakuló versenyhelyzetről. Köszönjük, hogy kérdeztek, köszönjük, hogy velünk voltak. Viszontlátásra!